Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Solecki Szilárd vagyok, a Menner Bernát Zeneiskola egyik klarinét tanára, és mint klarinét tanára a klarinétot szeretném röviden bemutatni mindenkinek. A klarinét a fafúvós hangszercsalád egyik legnagyobb hangterjedelemmel rendelkező hangszere. Fából készül maga a hangszer, ében vagy grenadilfából. Érdekessége, hogy ez egy olyan nehéz fa, hogyha ezeket az ezüsttel bevont billentyűket leszednénk róla, maga a test a vízben elsüllyedne, nem úszna rajta. A hangszer több részből áll össze. Itt most egyet össze is szerelnék. A legeslegalsó része a tölcsér, amelyik a formájáról kapta nevét. Ahhoz tartozik egy alsó rész, egy felső rész, és szintén a formájáról kapta a nevét a hordó. Majd az egyik legfontosabb kellék a fúvóka, és a fúvóka, és mint maga a hangszer önmagában így még nem szólalna meg, szükség van egy kis nádlapocskára, amit megtalálható másik hangszeremen is itt is, melyet egy szorító segítségével rögzítünk a hangszerhez, és ennek a nád, bambusznád lapocskának a rezgése adja a klarinét hangját. Nagyon szép lágy, igaz ilyen fafúvós hangzása van a hangszernek, de rengetegféle hangszint képesek lehetünk megszólaltatni vele. Ezért is alakult ki úgy az évek során, hogy a klarinét, mikor megjelent az 1700-as években, majd mikor elnyelte a végleges formáját 1840-ben, addigra már beépült a klasszikus zene világába, később pedig szinte az összes népzenébe és az összes zenei stílusba, jazz, komoly zene, könnyű zene, tényleg a szinte minden népnek a zenéjébe jelen van, mivel a hangszer alkalmas arra, hogy nagyon sokféle hangszín, nagyon sok stílust el tudjunk rajta játszani. Az előbb, ahogy kezdődött a hangszerbemutató, Gershwin Kék Rapszódiájából egy rövid részletet, az elején felcsendülő klarinét szólót igyekeztem eljátszani, ugye ez egy kicsit jazzesebb hangzás, jazzesebb világ. Most azonban egy klasszikus részletet szeretnék Mozarttól, mivel neki is köszönhető, hogy a klasszikus zenébe hamar beépült a hangszer, nagyon szerette, az egyik jó barátja Anton Stadler, ráadásul klarinétos volt, aki gyönyörűen tudott klarinétozni, és neki írta ezt a klarinét versenyét, amiből a második tételben egy rövid részletet szeretnék eljátszani. Itt inkább a klasszikus hangzásra van szükség a hangszernél. Azonban a hangszer más, mint említettem, más stílusokban is teljesen jól megállja a helyét. Még el kell mondanom, hogy a klarinét nem csak ilyen klarinét létezik, hanem a klarinét család egy óriási család. Basszus klarinét, kontrabasszus klarinét, alt klarinét, S klarinét, D klarinét, A klarinét, mindenféle hangszer megtalálható benne, azonban mi itt a zenéskolában a B klarinétot használjuk, ugyanis amikor már egy bizonyos hangszertudása kézbe került, a gyerekeknek lehetősége van kisfúvós zenekarba, majd pedig nagyfúvós zenekarba játszani, melyek ugye a nagyfúvós zenekar állandó résztvevője a városi rendezvényeknek, vízkeresztkoncert, a különböző nemzeti ünnepek, mindenhol fellép a zenekar, ugye rengeteg klarinétba van szükség benne, így biztosított a hely. Úgyhogy mindenki támogatok abban, hogyha lehet, klarinétozzon, nagyon hamar, nagyon szépen meg lehet tanulni klarinétozni. És végül most búcsúzó úr, Kovács Béla De Falla omázsának egy ilyen spanyolosabb hangzású műnek egy részletét szeretném eljátszani, ezzel is
bemutatva, hogy a hangszer nagyon színes, nagyon sokféle stílust el lehet játszani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek!